Az utóbbi hónapok járványhelyzete jelentősen megváltoztatta a tanulási szokásokat, a tantermi kontaktórákat felváltotta a digitális tanrend, március közepe óta szinte mindenki otthonról tanult. Mivel az iskolák és a tanárok eltérő mértékben voltak felkészülve erre a helyzetre, ezért eltérő módszerekkel, eltérő hatékonysággal tudtak haladni a diákok. Ennek következtében számos diáknak önállóan kellett feldolgoznia olyan tananyag részeket, amiket eddig iskolai környezetben tanárok segítségével tettek meg. Így sajnálatos módon eltérő mértékben haladtak, és jelentős tudásbeli különbségek alakultak ki a diákok között. Sziasztok, Marci vagyok, ő pedig Zola. És ennek a problémának a megoldására hoztuk létre a Rapid Matek friss tananyag ismétlő kurzusát. Észlelve a problémát, arra jutottunk, hogy érdemes struktúrált módon összefoglalnunk az utóbbi két év anyagát, mind az 5.-6.-osok, mind a 7.-8.-osok számára. Így a kerettantervben meghatározott szintre tudnak kerülni az utóbbi két év, különösen az utóbbi pár hónap oktatási módszereitől vagy tanmenetétől függetlenül. Ez két dologra vezethető vissza. Egyrészt mindenki számára ismerős az az érzés, amikor választania kell a között, hogy figyel az órán, vagy pedig megpróbálja leírni mindazt, ami a táblára fel van írva. Mi ezt a választást forroljuk meg diákjaink számára, hiszen készhez kapnak egy szinte készre gyártott munkafüzetet, ami tartalmazni fogja a teljes előadás anyagát. Másrészt a felsős tananyagra jellemző, hogy minden évben szinte ugyanazokat a témaköröket tanulják, kis mélyítéssel, kis bővítéssel. Mi ezt a tananyagot fogjuk szintetizálni nekik úgy, hogy a mérföldköveket kiemeljük, mint a példákat hozunk rá, és egy olyan struktúrált formában rendszerezzük, amit hogyha áttekint egy diák, akkor teljesen átfogó képet fog kapni az adott témakörről. Számos olyan tapasztalatot osztottak meg velünk diákjaink, amelynek során nehézségek adottak az online oktatással kapcsolatban. Nem úgy mentek át az üzenetek, nehezen tudták követni tanáraikat, tehát nem volt olyan eredményes a tudás átadás az online térben, mint ahogy tantermi oktatás esetén. Ezzel szemben tavasszal az érettségi felkészítőnkön mi már sikerrel alkalmaztuk azt a módszert, amivel ugyanolyan hatékony tanulás érhető el, mint hogyha az iskola padban ülnének a diákok. Mivel ott van a kezükben kinyomtatva a tananyag, ezért folyamatosan tudják követni, hogy hol járunk éppen a prezentációban, és mivel alig kell írniuk, ezért tudnak figyelni ránk. A nehézséget okozott a digitális tanrendre való átállás. Vagy ha iskolát váltatok szeptemberben, vagy ha úgy érzitek, hogy le vagytok maradva a többiekhez képest, vagy ha már most elkezdenétek készülni a központi felvételire, akkor nálunk a helyetek. Ha tetszett a videó, megköszönjük, hogyha nyomsz egy lájkot, és megosztod ismerőseid számára. További infókért kattints a leírásban lévő linkre. Találkozunk augusztusban. Sziasztok!